Hello, hello! Szia! Sok szeretettel üdvözöllek! Bármikor is nézd ezt a videót, csodás napot, reggel, estét kívánok neked! Na hát, zöld napom van ma, és úgy néz ki, hogy talán a nap végére a piac visszazöldül, ugye ma jött ki a CPI, amerikai inflációs adat, és a várva várt 8,8% helyett 9,1 lett, és ettől ugye a piacok először pirosba borultak, majd utána elkezdtek vissza korrigálni. Mit jelent ez? Beszélünk róla a hírek közben, után. Én Denkler Miklós vagyok a CryptoMinds-tól, minden nap elhozzuk neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk téged az internet és a pénz evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más, mint a kripto, és sokkal-sokkal nagyobb lesz az egész pénz, mert egy szabad pénz használatot tesz lehetővé a kripto, és maga ugye az internet, mint technológia továbbfejlődésének is. Ez a blokklánc és a kripto a jövője. Szuper, amit kérnék, hogy nyomd meg kérlek a like gombot, egy kövér lájkot kérek, ez azt jelenti, hogy sok-sok szeretettel nyomd meg a like gombot, ezzel segíted a YouTube csatornáját, hogy minél több embernek megmutassa ezt a videót, és hogyha minél több ember jön a kriptoba, az mindannyiunknak annál jobb, és persze iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, harangocskát nyomd meg, és az összeset, akkor mindig kapsz értesítést, amikor videót töltünk fel. Szuper, menjünk és nézzünk körül, hogy mi történik, és miről fogunk ma beszélni. Amit ugye el kell, hogy mondjam, az, hogy amit itt a videóban, illetve a csatornáinkon bármilyen formában találsz információkat, akár tőlünk, akár ott a tagoktól, nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsadásnak. Ez kizárólag oktatást és edukálási célt szolgál. Bármilyen coinról hallasz, tedd meg a saját kutatásodat arról a coinról, és ne csak tedd meg a kutatásodat, hanem mérd fel a saját pénzügyi helyzetedet, csinálj egy pénzügyi tervet, egy portfólió felosztást, és annak megfelelően cselekedj, figyelve a kockázatokra, hogy most hosszú távra gyűjtögetsz, az aljában veszed meg, és 5-10 éves távlatra szeretnél kriptóba beszállni, vagy rövid távon kereskedsz, és van kockázatkezelési szabályrendszered, vagy éppen mész és farmolni fogsz, stékelni, nódokat üzemeltetsz, vagy éppen NFT-kkel kereskedsz, ez ugye mind-mind különböző tevékenység, és ugye különböző kockázatkezelést igényel, és különböző kockázatokkal jár, de egy biztos, hogy a kripto a legjobban teljesítő iparág, így, hogyha visszatekintünk több éves távlatban, akkor mindegyik évben a kripto jött ki, és ugye az új technológiák itt kerülnek piacra, és ezt a piac meg fogja jutalmazni, akkor is, hogyha medve piacban vagyunk. Menjünk és látogassuk el, nézzük meg, hogy a kedvenc indikátorunk, a kriptofélelem és kaviságindex hogy néz ki. Ugye ez már be van integrálva a Kripto Mester oktató és kripto dashboard platformunkra. Látjuk, hogy 15-ön áll az index, tudjuk, hogy ugye két nappal ezelőtt 24 volt, azt is tudjuk, hogy május eleje óta 10 körül járt, extrém félelem dominálja a piacot. Volt egy kis próbálkozás, hogy följebb menjünk, hát ez egyelőre nem jött össze, ugye az az inflációs adat közbeszólt, 15-nél vagyunk, és látjuk, hogy Bitcoin, Ethereum pluszban, Ethereum 3,5%-kal pluszban, és BNB is pluszban, ugye főbb altcoinok pluszba rántottak, így a nap vége felé közeledve. Kifejezetten Curve, Aave, DCR, Arviv, Matic és CVX, amik itt nagy zöldben látszanak, egy-két altcoin korrigál csak egy picit. Menjünk és nézzük az első hírünket, ugyan mi arról szól, hogy 1981 óta a legnagyobb ez az inflációs adat, akkor nem az elmúlt 20 évben, mert össze-vissza írogattak itt a cikkben 20 évet, akkor ez 40 éve a legnagyobb az inflációs adat, 1981 az ugye 41 évvel ezelőtt volt, ugye 8,8-at vártak, a legmagasabb 1980 óta, szóval 1980 óta, és ugye a fogyasztói árindex 12 hónapos változását mutatja, látjuk, hogy jelenleg itt vagyunk 9,1%-nál. Ugye erre a Bitcoin úgy reagál, ez a dollár erősségindexes, ezt is megnézzük, ugye ez úgy reagált, hogy éppen kilőtt. Egyébként ugye még ezzel jár együtt, hogy az euró-dollár 1:1-ben lett, ez is ugye 20 éve volt 2002-ben, hogy 1 euró 1 dollárt ért, ez most is így van, és ugye maga ahhoz, hogy az inflációt kalkulálják, nem pontosan ugyanúgy kalkulálják, mint 4 évtizede, ugye másokat tesznek bele a kosárban, de egyébként ugye az elmúlt 110 évben 12 alkalommal volt 9% felett az amerikai infláció. Oké, nézzük a következő hírt, még lesz több ilyen inflációs hírünk, de azokat majd ugye más fórumokon nézzük meg. Na hát a kapituláció az folyamatban van, viszont a piacoknak még nem volt meg az alja, ezt mondja a Glassnode, aki ugye on-chain, azaz blockchainen történő adatokat elemez, és ugye itt azt mondja, hogy ahhoz, hogy a kapituláció, vagy ez a teljes alja meglegyen, a hosszú távú hodlereknek, annak a részének, aki nem bírja idegekkel, föl kell adni, és át kell adni a bitcoinokat azoknak, akik viszont sokkal erősebb a meggyőződésük. Ahhoz, hogy ugye a medvepiac elérje az igazi, tényleges alját, ugye a coinok bizonyos részének át kell transferálódni azokhoz, akik ugye kevésbé érzékenyek az árra, és sokkal erősebb a meggyőződésük. Hát ugye őket hívhatjuk most gyémántkezeknek, vagy bárminek, vagy hosszú távú befektetőknek, vagy akik már láttak ilyet. Az a lényeg, hogy még mindig fog bitcoinokat kirázni bizonyos zsebekből a piac, ezek szerint, és ugye át fog azokhoz áramolni, akik ugye sokkal nagyobb bizalommal vannak, és nem izgulnak. Ezt a csártot ugye, ha megnézzük, akkor a rövid távú hodlerek 16,2%-a van veszteségben, a hosszú távú hodlerek 28,5%. Ugye ez azért van, mert a rövid távú hodlerek egy java része már eladott, úgyhogy így ezek azok a mezők, amikor ugye kapituláció meg szokott történni. Látjuk, hogy a hosszú távú hodlerek ebben a rózsaszín pink mezőben kapitulálnak. Ugye időben ez még nem hosszú, viszont ugye meredekségében azért viszont elég meredek. Oké. Hasonló, bányászok is kapitulálnak. Van egy Pure Multiply mutató, amit ugye egy korábbi videóban már megnéztünk. Látjuk, hogy amikor ugye ez bemegy 0,6 alá, illetve ez a DRC mutató, ami ugye a bányászati nehézséggel összefüggő mutató, difficulty ribbon, lemegy 0,1 alá, akkor jellemző, hogy a bányászok kapitulálnak. És igen, a bányászok itt mondjuk azt, hogy május eleje óta kapitulálgatnak, igaz, hogy az utóbbi hetekben már kevésbé. Igen, késő május óta 7900 darab bitcoint adtak el, ami most lelassult, és ebben a hónapban csak 1350 darab bitcoint adtak el. Hát ugye extrém piaci sok van, stressz van a piacokon, és ugye jelenleg dolgozik a piac ezen a kapituláción, hogy mindenki feladja, akiben még benne van az a potenciál, hogy eladóként megjelenjen itt a piacon, és eladjon. Na hát a kriptotér frankó lehetőségeket nyújt a káoszban, ezt mondja Alex Tapscott, aki egyébként nagy blockchain és bitcoin hírvivő, és ugye azt mondja, hogy ilyenkor a legjobb ötletek ilyenkor születnek, a kriptotél az mindig a legjobb időszak volt, hogy új, komoly koncepciók kerüljenek napvilágra, ezeket kidolgozzák, ugye a legutolsó medvepiac után jelentek meg az NFT-k, a DeFi, a stablecoinok és a Play to Earn játékoknak a szárnyalása, úgyhogy ugye maga a Bitcoin szolgálhat a pénzügyi szolgáltatások revolúciót, nem tudom, hogy mondjuk magyarul hirtelen, mindegy, revolution, igen, pénzügyi forradalmának, és ugye maga maga ugye ez az egész innováció, az adaptáció és az, hogy az emberek ezt használják, szóval egy pénzügyi forradalom jöhet ezzel. Egyébként éppen a CISI Binance-től néztem egy videót ma, ahol ő úgy definiált ezt az egész kriptót, bitcoint, hogy valójában a pénzt teszi szabaddá és szabadon felhasználhatóvá, és ez a mai korban, a mai embere, amilyen digitális életet él, ez igenis sikerre fogja vinni a kriptót. Ugye maga azok a legsikeresebb emberek a kriptóba, akik nyugodtan tudnak maradni, tovább lépnek, és ő tudja azt, hogy ez a medvepiac véget fog érni, nagyon magas ebben a bizalma, mert mindegyik medvepiac véget ért. Oké. Közben az orosz jegybank azt mondja, hogy nem akarja látni a privát stablecoinokat. Viszont szívesen látna egy digitális rubel megoldást, mint fizetési megoldás. Szóval, mit is jelent ez? Most nem fogunk itt mindent végigolvasni. Valójában, ugye itt most azt mondják el, hogy ezek kibocsátása nem annyira ellenőrzött, ezen stablecoinok és stb. De ha picit belegondolsz, akkor mi lehet mögötte? Ugye Oroszország már nem használ dollárt. Egyrészt azért, mert embargó alá került, és nem is fér hozzá a dollárjához. Másrészt eljutott oda, hogy nem használja azt a jelenleg világvalutát, ami a dollár, ami az olaj kereskedelemben, mint fizető eszköz volt, és ezáltal lett egyébként világvaluta. És most azt mondta Oroszország, hogy nem használjuk. Egyébként Kína sem használja, Kína a szaudiaktól már yuanban fizeti az olajat, illetve Kína meg Oroszország egymás közt vagy yuan, vagy rubel, vagy éppen bitcoinban is elképzelhető. Ugye Oroszország mondta, hogy baráti országokkal bitcoinban is kereskedik olajat. Szóval nem akar látni dolláros stablecoint, meg tudom érteni. Nem bízik ugye mögöttes lévő dollárban, ezt is el tudom fogadni, viszont szívesen látni egy saját digitális fizetőeszközt, ami rubel alapú, és ugye a nemzeti valutájukon nyugszik. Mit mond ez nekem? Egyrészt ugye azt, hogy a BRIC országok, ugye Brazília, Oroszország, India és Kína, akiknél a legnagyobb nyersanyag van, a legnagyobb népesség, ugye India, Kína fejlődnek, nem igazán fogják használni a dollárt, szerintem a dollár világvaluta szerepe egyre inkább veszíteni fog, de most erről majd inkább a gratis webináron fogunk beszélni, apropó ugye gratis webinár, találsz a leírásban egy linket, ez a corion.io vagy corion.io, ahogy jobban tetszik, itt fogunk beszélni ilyen jellegű dolgokról, hogy egyáltalán az aranytól hogyan jutunk el a bitcoinig a pénz evolúciójában, és hogyan fog tovább menni maga az internet fejlődése is, a metaverse-ök, NFT-k által és maga a kripto által. Feltétlenül részt akarsz ezen venni, ezen a grátison, illetve írás fel azokat a barátokat, akit szeretnél behozni kriptoba. Itt ugye fogunk majd beszélni ezen dolgokról, amit most ilyen videóban nem tudunk teljesen befoglalni. Viszont ami fontos hír, Kínának van már saját nemzeti digitális fizetőeszköze, van digitális yuan. Oroszország most kinyilvánította, hogy szívesen lát digitális rubelt. Na hát akkor mi jön ki ebből? Hát szerintem az, hogy előbb lesz digitális rubel, mint digitális euró vagy digitális dollár, és hogyha már nekik ott van, az olajat nem kereskedik dollárban, akkor elképzelhető, hogy az amerikai dollár, mint világvaluta, game over, hogy így mondjam, azaz vége lehet így. Tudjuk azt, hogy a világvalutáknak általában vége szokott szakadni 100 év után. Ugye a dollár előtt az amerikai font volt, előtte ugye volt, nem is tudom, holland gulden, francia frank, portugál peso, mindenféle ugye mindig a hódítók országának a valutája volt a digitális valuta, és a dollár sem tarthat szerintem örökké, illetve a Ray Dalio szerint sem, és úr, Ray Dalio azért egy elég híres közgazdász és befektető. Jó, 3 mutató, ami azt mondja, hogy a bitcoin, kripto még lehet lejjebb. Igen, itt ugye azt mondja ez az elemző, hogy ezekből a lefele beszűkülő háromszögökből folyamatosan lefele törünk ki, egyre kisebbek a háromszögek, a többi mutatót viszont azt majd a Twitteren mutatom meg, mert ott jobban látszik. Jó, akkor nézzük, hogy azok a bankok, akik itt $2 billió pénz felett rendelkeznek, illetve hát kezelnek, jelenleg kriptó és bitcoin befektetést ajánlanak az ügyfelüknek, és ugye maga az infrastruktúrát a Bitwise nyújtotta nekik. És ugye ezek privát bankok, 7 privát bank, akinek ugye megvannak a brókerei, hogy mondjuk ezeket ilyen mobilbankárok, brókerek, értékesítői, tanácsadói, akik ugye mennek és az ügyfeleknek ezt kezdik mondani. Ugye 12 hónapig dolgoztak ezen, hogy ezen létrejön, $2 billió kezelnek, több tízezer ilyen tanácsadó rendelkezik, aki megy és kriptobefektetéseket fog ajánlani, és több millió ügyfélnek. Ez egy érdekesség, és azon egyre több ilyet fogunk látni. És ugye ezek az ügyfelek, hogyha a pénzügyi tanácsadó meg tudja őket győzni, hogy ez a kriptó, ez volt már párszor ilyen mély szinten, utána ugye csinált általában 10-szeres emelkedést, akkor az, hogy szívesebben fognak venni ilyet, mint mondjuk akár részvényt, vagy bármi mást, vagy éppen ugye kötvényt, amiben most ücsülnek. Na nézzük! Bitcoin új csúcsokat fog csinálni 24 hónapon belül, ezt a Consernek a egyik alapító társa, Meltem Demirors, aki egy nagyon csinos hölgy, mondja, és azt mondja, hogy a következő 24 hónapban új csúcsokat fogunk látni, és azt mondja, hogy addig viszont még több fájdalom lesz, mint a technológiai részvények, a növekedési részvények és a kriptó területén. Ezt is megosztottuk a Twitteren, ott meg tudod nézni. Top kripto stratégia azt mondja, hogy egy robbanékony bitcoin rally van a láthatáron, a jelenlegi bitcoin visszahúzás ellenére is. Credible kriptónak hívják az embert. Egész jól megjósolta ezt, azt kell, hogy mondjam, mert ugye ezt még előtte tette ki, miatt ugye itt lejöttünk erre a szintre, ugye lejöttünk erre a 19.200-as szintre tegnap, ugye ma illetve tegnap utána fölpattattunk, ma visszapattantunk, szóval amit itt lerajzolt, ez majdhogy nem pontosan így megvalósult, ugye Elliott hullámokkal nézi ezeket a korrekciókat, és ugye azt mondja, hogy akkor innen egy felpattanást lát, a 27-28 ezer dolláros szintekre, és ugye először a 22 ezer dolláros szintet kell törni, hogy föl tudjunk menni, és ugye konfirmált legyen ez a törés, szóval 22 ezer dollárt látja egy fontos szintnek. Érdemes akkor őt követni, hogy itt mit mondott nekünk, mert egyelőre úgy néz ki, hogy ez a helyi keresleti zóna ugye tegnap, illetve ma is megfogta az árat, szóval hiába mentünk be 20 ezer dollár alá, 19 ezer dollárt nem törte lefelé, és ugye ennek a felfele való lehetőségnek előbb-utóbb ugye medvepiacban is szokott jönni ilyen mini rally, úgyhogy akár ez megtörténhet valamikor a közelgő napokban. Na hát Arthur Hayes, aki ugye a BitMex tőzsdének az alapítója, ugye ő találta ki a 100-szoros tőkeáttételt, amit semmiképpen ne próbálják ki, ha nem vagy profi kereskedő, megmondom őszintén, én sem szoktam használni, mert nagyon gyorsan csődbe lehet vele menni. Ami fontos, hogy ugye ő korábban arra hívta föl a figyelmet, hogy mekkora esés jön, meg még lejjebb mehet a bitcoin, meg mekkora recesszió, meg mindenféle rossz dolog jön, meg a kriptó nagyon leesik. Most meg megerősíti azt az előrejelzését, hogy a bitcoin 2030-ra el fogja érni az $1 millió, és azért is fog ez megtörténni, mert a bitcoinban egyre több olyan ember van, aki ezt a hodl kultúrát tudja magáinak, hogy esik, nem adok el, sőt, ha még lehet, veszek hozzá, hogy ezek a hosszú távú hodlerek, és ugye ezt vallja magáinak. Ugye látjuk, hogy Európai Központi Bank is küzd az inflációval, ezt még itten megemlítik, és ugye azt mondja Arthur Hayes is, hogy euró elérte a dollár az 1/1-et, és ugye ez nem egy jó jel az Európai Uniónak. Igen, itt van egy bullish pattern, amit egyébként úgy néznek be, hogy 3 napos csárton a MACD-nek is ugye vannak mozgó átlagjai, keresztezi egymást, és ugye az szokott váltást hozni, hogy a MACD ugye a piros gyertyából átvált a zöld gyertyába, és ugye akkor ez egy bullish ármozgást szokott hozni. Ez kevésbé megbízható indikátor, ugye maga az indikátoroknak, illetve a technikai elemzésben a különböző mintáknak, meg amiket használunk, van egy sorrendisége, egy hierarchiája, a MACD ugye nem az elején van, de minden esetre jó látni, hogy ezzel is alátámasztják ezt a teóriát, hogy akkor lehet egy kitörés. Igen, azt mondja, hogy egy felpattanást vár. Ugye ezt elmondom, mert ugye ez az, amivel szerintem pánikoltatva lesz a piac. Persze van valós-valóság alapja. Az Mt. Gox tőzsd, amit 2012-ben meghekkeltek, jelenleg fogja a 150 000 darab bitcoini eszközt kvázi elkezdeni kiosztani. Ez ugye nem jelenti ezt, hogy ezt mind el akarják adni, de egy bizonyos részét el akarják adni. Most gondold el, hogy 2012-ben léptél te erre a piacra. Nézzük meg, hogy 2012-ben hol volt a bitcoin ára. Ugye erre van egy frankó szivárványos csártunk, ami ugye mutatja, hogy mikor érdemes nagyon-nagyon felhalmozni, mikor érdemes már kevésbé, és mikor érdemes mondjuk a pozíciókon eladni. Ugye itt ki is írja, hogy majdnem, hogy ingyen van, vagy le van árazva a vásárlási zóna, és jelenleg egyébként pont itt vagyunk, úgyhogy tök jó. Mit mondtam, 2012-ben volt, akkor még nem is működtünk. Hát mondjuk a bitcoin volt, ugye medvepiac volt, stb. Mondjuk volt 20 dollár, most nem tudom mikor hackelték meg, volt 16 dollár. De mondjuk 20 dolláron vettél bitcoint, és ugye most 20 000, akkor 1000-szeresen többet ér. Hát lehet, hogy azt mondod, hogy hoppá, hát akkor szeretném lecserélni a családi házamat, autómat, vagy elmenni valami utazásra. Főleg, ha mondjuk azóta nem volt mondjuk módod esetleg bitcoint fektetni. Valószínűleg itt több olyan is van, akinek nagy összegben áll rendelkezésre, mert bányászta, és nem csak 1-2 bitcoinja van, meglátjuk, hogy mi lesz a reakciói, de szerintem egyébként vannak, akik föl vannak készülve, hogy ezt szívesen átveszik, persze, hogy ez meddig nyomlana az árát, azt nem tudjuk, illetve az, hogy most ez mennyire lesz OTC, azaz over the counter, ami nem tőzsdéken folyik, hanem ugye tőzsdék háta mögött, pult alatt, azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz ebből. Szuper, akkor néztük, ugye feltétlenül gyere és iratkozz fel a gratis webinárra, itt beszéltünk már, ugye, hogy itt ugye fogunk egyébként kriptovaleteket is telepíteni, különböző témákban tartunk gratis webinárt, feltétlenül gyere, legyél itt. Ha már ugye kriptozol, illetve akár ha most kezdted, érdemes ellátogatni a Patreon oldalunkra, egyrészt itt kalandorként tudod a csatornánkat támogatni egy feliratkozással, illetve ha szeretnék komolyabb tartalmakat kapni, akkor leginkább a CryptoMinds Pro-ban vannak technikai elemzések, fundamentális elemzések, farmok, launchpadek, DeFi dolgok, stékelések, nódok és mindenféle egyéb kedvezmények a partnereknél, az Eva World-nél, amíg zajlanak fejlesztések, azok úgy néz ki, hogy majd szeptemberben élesednek, úgyhogy ott akkor fog újraindulni, viszont például múlt héten volt a Principal Mesterelme csoportnak egy nagyon frankó hívás, ugye erre is meghívást kapsz ilyenkor, illetve ugye újra fogjuk indítani a live-okat, szóval várunk a CryptoMinds Pro Patreon csatornáján, illetve ugye hamarosan jön a Crypto Master, ahol ugye ugye a webinár itt is lesz, hanem ugye itt lesz egy kis frankó webirodád, mindenféle dashboarddal, tartalmakkal, hasonlóan, mint a Patreon, és ugyanúgy az akadémián itt lesz számos tananyag, ugye itt lesznek a kripto tanfolyamok, és maga a ugye basic tanfolyam már föl is van töltve, ugye itt belenézhetsz, hogy alapismeret, kriptovaluták, platformok, tőzsdék, és itt mind-mind step by step, teljesen gyakorlati, egy az egyben végigmegyünk, volatek, pénztárcák, pénz és a kriptó, hosszú távú DCA, DGEN portfólió, különböző portfólió építések, aranyszabályok, ezeket mind-mind végigmegyünk, és a haladó tananyagot is most töltjük föl, ahol farmolások, DeFi, az összes decentralizált tőzsde, technikai kereskedés alapjai, egy kis Launchpad is lesz ott, ha jól emlékszem, aztán ugye jön a Pro, ahol ugye komoly tőkátételes kereskedés és egyéb dolgok lesznek. Hamarosan ezt el fogjuk indítani, és akkor ugye mindenhol ki fogjuk ezt hirdetni. Jó, egyébként ugye, ha már előbb beszéltünk itt a világvalutánkról, akkor csak így bele pislantuk úgy itt a gratis webinár anyagába, hogy voltak ezek a világvaluták, hogy mikor melyik volt a világvaluta. Azt gondolom, hogy cseretörvény, igen, azt jó, hogyha ismeritek. Igen, hát a bitcoint ide fölraktuk, de lehet, hogy a kínai yuan lesz előtte. Amerikai dollár, angol font, francia frank, holland gulden, spanyol, nem tudom, peso, portugál, peso, akármi. Látjuk, hogy vége szakad egyszer csak. Szuper, menjünk tovább, feltétlenül gyere a Twitterre, ugye a Twitteren történik minden, ami kripto. Érdemes követni a Kukac Miklós Denklert, illetve a Kukac Laserpunk Gáczot, illetve a Kukac Corion platformot is. Remélem részt vettél a Laserpunknak, most zárul egy akciója, ahol ugye whitelisting helyeket adunk ki a general listingre, illetve ugye egy partnerünk a Sober Panda Crew-nak is az NFT-t adjuk ki. Na hát itt van ugye ez a chart, amit ilyenkor ér lájkolni és megosztani, ugye megosztás gombra nyomni, ami azt mondja, hogy 207-es mozgó átlag megfordította 2017-ben a piacot és 19-ben, a 307-es mozgó átlag 2020-ban a Covid crash után, innen fordult a piac, és jelenleg ugye ebben az extrém recessziós szituációban a 407-es mozgó átlag lehet az, ami megfordítja. Ez jelenleg 12-13 ezer dollárnál van, és itt vannak a mozgóátlagok bejelölve. Látjuk, hogy korábban ezek a mozgóátlagok nagyon közel voltak egymáshoz, most mivel ugye ekkora rallyban volt részünk, ezért ugye távolabb vannak egymástól. Oké. Következő, amit itt ugye Meltem Demirors itt beszél, 24 hónapon belül új bitcoin csúcsot vár, úgyhogy annak ellenére, hogy a recesszió van, ér lájkolni és megosztani. Na hát egy nagyon érdekes hír, a Dél-Afrikai Köztársaság, ugye, ami egy fejlett állam Dél-Afrikában, szóval nem az a fejlődő és elmaradott, mint ugye a Közép-Afrikában vagy Észak-Afrikában vannak államok. Azt mondja, hogy, és ugye ez egy angol nyelvű állam, fehér emberek is laknak ott, és azt mondja, hogy a bitcoint és a kriptot szeretnék a tömegeknek vinni. Hurrá! Na már most, akkor nézzük. Valamit itt, mintha nem látnák, vagy nem vennék észre, hogy a bánatban lehet a CPI adat 9,1%, amikor ugye az elmúlt egy évben az olajár 100%-a ment föl, a gázolaj 60%-kal, a gáz 38%, stb. Az autók meg 11%-kal, és nem tudom, ő kicsoda, Snoop Dogg vagy ki, de elszívja ezt a 9,1%-os jointot, a CPI data jointot. Ekközben a Clevelandi Központi Bank publikál egy tanulmányt, ami a Lightning Networkről szól, és hogy a bitcoin hogyan lesz pénz. Ugye a Lightning Network az egy második layer megoldás, ami a bitcoint gyorsá és nagyon olcsóvá tudja tenni. Oké, Szaúd-Arábiában a befektetők 51%-a azt mondja, hogy a kriptónak és a bitcoinnak van jövője a pénzügyekben, örülünk neki. Itt viszont van egy izgalmas, egy jó elmagyarázás annak, hogy a realizált ár hogyan működik. A realizált ár nem egy mozgóátlag, hanem ugye azt is mutatja, hogy milyen mennyiség mozgott cserél gazdát akkor, és így mutatja nekünk ezt az adatot. Jelenleg a realizált ár alatt vagyunk. A short term hodlerek, ez az 5 hónapnál fiatalabb bitcoin tulajdonosok, jelenleg ők mínuszban vannak, a két éve tulajdonló hodlerek, ugye a hosszú távú hodlerek, ők még inkább mínuszban vannak. Szuper! Akkor itt van ugyanegy egy CPI adat, ezt is ér lájkolni és megosztani, ami ugye ez az Amerikában hogy mi van benn, és látjuk, hogy most a gázolaj, elektromos áram és a gáz ára dobta meg nagyon-nagyon az inflációs adatot. Itt ugye másik információ van, egy nagyszerű csárt, ugye a Fed ráták, ami az adósságot is mutatja, és hogy ez hogyan szokott működni. Az egész úgy működik, mint egy inga. Az életben minden úgy működik, mint egy inga. Most nincs itt nálam a Kibalion, ugye ez egy könyv, hermetikus tanok, amit ugye Egyiptomban a fáraók, illetve az egyiptomi mesterek hoztak létre és írtak le. Lehet, hogy majd beszélünk róla későbbiekben, illetve a Carnegie Principal Mesterelme csoportban szoktunk róla beszélni. Jelenleg ugye elértük ezt a csúcsot, ami azt jelenti, hogy akkor hamarosan jöhet a lazítás, és ugye akkor megint vissza fogunk itt menni. Ez mindig így ment, ugye így mennek ezek a ciklusok, amikor véget ér ugye a szigorítás, és ugye újra megindul a lazítás. És azt mondja, hogy ez a 75 bázispontos emelés, ez lehet talán az utolsó, vagy ki tudja, majd meglátjuk, hogy a mostani inflációs adat még azért paráztatja a népet, de ez ugye mindig később fog gyakorolni. Arthur Hayes beszél erről, hogy 1:1 az euró-dollár, és ugye 1 millió dolláros bitcoin árat vár 2030-ra. Ezen a csárton azt mutatják, hogy amikor a MACD már eleve ugye a negatív zónában van, akkor még egy hullám jön, és ugye utána fordul át, és utána indul meg a következő medvepiac, és ugye amikor ezek itt crosszolnak, most itt nem tudom jobban fölnyitni, látjátok, hogy ilyenkor ott crosszolnak is egyet. Ja nem, olyan, mint a crosszolnának, nem crosszoltak, és ugye utána indul meg az emelkedés, amikor crosszol a két mozgó átlag. 5 éve volt ez, hogy a kongresszusban felmutatta a mosolygós úriember, hogy buy bitcoin, a hölgy az jelenleg Amerika pénzügyminiszter asszonya. Közben Shanghai azt mondta, hogy 52 milliárd dollárból egy Metaverse iparágat építenek 2025-ig. Hát azon, mi a Facebook metának kapkodnia kell. Igen. Na hát ezt nézzétek, mert ebben benne van a CryptoMinds is, Laserpunk. Nézzük. CorionX, CryptoMinds, hurrá! Új Metaverse épül. Euró, dollár 1:1. Oké, ezeket meg már beszéltük szerintem korábban. Ja igen, van egy, ezt megosztottuk a Telegramon is, egy Uniswap V3 phishing, egy csalás megy, semmiképpen ne kattints semmire, és ne akarjál lehívni ajándék airdropot itt a Uniswapon, mert ugye azok ilyen scammy tokenek, és valószínű, hogy már több millió dollárt loptak el, itt is le van írva ebbe a cikkben. Oké, feltétlenül gyere és látogass el a Telegram csoportunkban, CryptoMinds Hungary, itt rengeteg hasznos infót találsz, 1500-an vagyunk, tudsz kérdezni, tudsz te is információkat megosztani. Itt Viktor megosztott egy csomó frankót csártot, hogy a nyersanyag árak igenis csökkennek. Csökken az alumínium, csökken a réz, csökken a palládium, csökken a nem is tudom micsoda, a cukorára, csökken az olaj. Ugye látjuk, hogy márciusban volt a csúcsán, illetve májusban, és azóta csökken, és ha minden igaz, be is mentünk 100 dollár alá. A búzára elképesztő módon lecsökkent, és minden egyéb szójabab, kukorica, minden egyéb csökken. Ugye itt is ezt látjátok, hogy csökken a cink, csökken minden, csökken a gyapjú, csökkennek a nyersanyag árak, az árak még mindig nem mennek le. Erről itt beszélgettünk, érdemes elolvasni, az aranyára is csökken. Érdekes, hogy csökken minden nyersanyagár, orosz rubel éppen fölfele tart, amit itt még majd érdemes megnézned, ugye voltak csártolások, az inflációadatok, minden ország inflációadata, Szaúd-Arábia, Kína csak 2,5%, Svájc 3,4%, Indonézia, ami azt hinnénk elmaradott ország 4,4%, Ausztrália, Szingapúr 5, egész jó Philippines 6,1%, ugye Fülöp-szigetek, USA 9,1%, Magyarországon nem találtam meg, fejlett országok is jönnek, nagyon magas inflációval, Anglia is 9,1%, és akkor jön a fekete leves, itt lejjebb volt, Ethereumot csártoltunk, Bitcoin kitörést csártoltunk 5 percesen, és itt van az inflációs adatok, ahol 15%-nál nagyobb az infláció. Mondom, nálunk 10% pluszban lehet, de most nem mentem utána, de látjuk, hogy olyan ország, mint például Esztónia, Észtország, ami azt hinnénk, hogy nálunk fejlettebb, 21%-os infláció, Litvánia 21%. Valószínűleg ők nagyon függenek az ukrán gáztól, vagy az orosz gáztól, nem tudom miért, de nagyon magas az infláció náluk. Oké, itt aztán beszélgetünk minden egyébről, gyere be és légy a tagja a Telegram csoportnak. Oké, na hát nézzük, mi történik. A dollár erősi index újra menetel, 120-at szerintem el fogja érni, úgyhogy ez még lesz egy kis fájdalom. Egyébként nem tudom, hogy miért erősödik ennyire a dollár. Hogyha ilyen magas az infláció, ennyi adósság van dollárban, akkor igazából minek vennénk dollárt, amikor vannak már sokkal jobb valuták, akár nézzük meg svájci frankot, nézzük meg talán a norvég koronát is megnézhetjük, de nézzük meg az aranyat, aminek ugye esett az árfolyama elképesztő módon az elmúlt időszakban. Miért is akarnék dollárt? Azért, mert inflálódik, és azért, mert rengeteg adósság nyomja, és azért, mert valószínű, hogy vége lesz a dollár világuralmának. Hát én nem szeretnék akkor dollárt, inkább bitcoint. Eurforint, na hát hurrá, ez egy nagyon fölfele tartó csárt, egyelőre nem látszik, hogy hol lesz ennek vége. Amíg ez a trendvonal nem törik lefele, addig tuti nem. És még be is gyorsulhat, hogyha ebből a csatornából kitörünk fölfelé. Akkor még egy gyors, ronda begyorsulást is láthatunk. Ez nem jó hír, viszont nekünk. Jó, akkor menjünk, nézzük meg, hogy mit csinál a bitcoin. Na, 20 000 dollárnál vagyunk mindjárt. Elképesztő. Elképesztő. Na, hát ugye tegnap latolgattuk, hogy shorttal vagy longgal induljunk. Igazából a Patreonon is posztoltuk ugye mind a két setupot. Jó magunkkal longgal indultunk el, és ugye ott volt egy setupunk, ami lehet, hogy még él, és stop loss nem ütötte ki, ha jól emlékszem. Ha Bitcoin visszatér ebbe az éghajlatba, akkor jó esélye fölmehetünk rövid úton a 22.500-ös szintre. Ha nem fogunk visszajönni ebbe az éghajlatba, akkor viszont egy nagyobb lefele trendet látunk. Jelenleg, ugye, ha megnézzük alacsonyabb idősíkon, akkor látjuk, hogy itt volt egy lefele tartó trendünk az órás csárton, ez megtört, úgyhogy ez a lefele tartó trend megtörhet. Most itt ugye horizontális ellenállások is lesznek 20 000 dollárnál, jelenleg pont itt vagyunk. És ugye ez volt a CPI adat, aztán utána bum, már le is dolgoztuk a CPI adatot, ez meg a tegnapi CPI adat miatti pánik volt. Szóval nézzétek meg azt, hogy jön egy CPI adat, még hogyha sokkal rosszabb is, ugyanott vagyunk, mint tegnap, sőt egy picivel fölötte. Ethereum úgy néz ki, hogy hamarosan meg fog érkezni 1100 dollárra, ami az Ethereumban tetszik, ha 4 óráson nézzük, akkor látjuk, hogy magasabb aljakat dolgozott ki, magasabb magasságokat nem tudod, de magasabb aljakat, ez számomra pozitív. Napos csárton a leszúrások miatt ez kevésbé mutat jól, de mondjuk a 4 óráson egész jól mutat, de ehhez képest ez is egy magasabb alj, ehhez képest napi gyertyazárások viszont alacsonyabb, de a 4 óráson nézzük, akkor itt nekem ez sokkal szimpatikusabb ez a trend egyelőre. És Ethereum elpattant, Ethereumon ugye ugyanúgy volt trade setupunk, ebbe a zónába longot indítunk, és ugye 1250 a célárunk, ugye ez tegnap posztóval lett a Patreonon. Szuper! Na hát ennyi volt így mára. Írd meg légy szíves a kommentben, hogy melyik a kedvenc altcoinod, ha van rá mód, és akkor amire a legtöbbet szavaztok. A kedvenc altcoin a top 20, maximum top 50-ből, és amire a legtöbben szavaztok, azt valószínűleg meg fogjuk nézni. Ma már többet nem nézünk, mert elmúlt évfél és már nagyon késő van. Viszont köszönöm, hogy megnyomtad a lájkot, köszönöm, hogy kommentbe írsz a kedvenc altcoinodon kívül egyéb infót, hogy hova várod a bitcoint, most törkezted a piacra, hodülben vagy, vagy már kapituláltál, vagy új vagy és most kezdesz dollárátlagáras vásárlással, vagy éppen kereskeded ezeket a mozgásokat, írd le kérlek, hogy pontosan mit csinálsz a kriptóba, szeretnénk látni, hogy a közösség melyik narratívát tudja magának leginkább, és értem ezekről a narratívákról, akkor szívesebben beszélünk majd bővebben. Várunk téged szeretettel ugye az egyéb csatornákon, úgy, mint ugye a Twitteren, kövess minket, iratkozz fel a gratis webinára, ahol ugye hamarosan jövünk nagyon-nagyon hasznos infokkal, illetve ugye pár nap talán és elérhető ugye a Crypto Master platform, ahol várom majd titeket szeretettel, akik ugye korábban CryptoMinds-nál tanfolyamot végeztek, főleg ugye pro tanfolyamot, valószínűleg frankó bónuszokat fognak kapni, hogy részesei lehessenek a Kripto Mesternek. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, további sikeres hetet, hello, hello, szia!